Bajusz nélkül a csók csupa csámcsogás, tartja a mondás, és tarthatták eleink is, hiszen a honfoglalástól egészen a múlt század derekáig kiemelkedő szerepe volt a férfi arcőrzetének. Arra azonban, hogy megtudjuk, hogy a magyar bajusz elnevezés és formája szerint legalább 26 féle lehet, egészen 1906-ig kellett várni. Ekkor jelentette meg Hermann Otto a Magyar Bajusz című tanulmányát, amelyben rajzos melléklettel mutatja be a tipikus és jellegzetes magyar bajusz formákat. A bajuszköltő. A tanulmány keletkezését Hermann vitájának köszönhetjük Lehr Albert nyelvésszel. A polihisztor nem tartott elég precíznek Lehr magyarázatait Arany Toldi estéjéhez, pontosabban a remek mű két sorához. Megsodort a bajszát, de az visszahajla. S mi elébb volt csákó, lett belőle kajla. A pontatlan elemzés szított a diskurzus következtében mára már tudjuk, egy bajusz lehet többek között kanász, nyalka, csákó, pödrött, kacskaringós, harcsa, ütköző, villás és csurgóálló. A mára a feleslegesnek tűnő szőrszál hasogatás okát talán egy német utazó leírása világítja meg. A magyar úgy tekinti a bajuszt, mint valami a királytól adományozott bajuszrendet, amelyet csak magyar ember viselhet. Hermann Otto nem csak a bajuszához, hanem a szakállához is mindennél jobban ragaszkodott. Hogy ennek vajon az a 16. századi itáliai gondolata az oka, mely szerint a szakáll a férfi legszentebb és legnemesebb testrésze, nem tudhatjuk. De van egy anekdota, ami megmutatja, hogy Hermann Otto szakállügyben nem ismert tréfát. Egyik alkalommal Hermann Otto már napokig távol volt, és a barátai sokallották a távollétét. Mészáros Kálmán azzal a hírrel érkezett, hogy azért nem mer az emberek szem elé kerülni, mert hogy le kellett vágni a teljes arcszőrzetét, meg a haját is, mert egy expedíción valami madár után kapaszkodva a bozontos szakálla beleakadt valami göcsörtös fákba, és ott helyben le kellett vágni az egészet. Hát ugye volt nagy csodálkozás, mindenki várt, hogy mikor kerül elő a szakáll nélküli Hermann Otto, aki pár nap múlva meg is érkezett teljes arcszőrzetben és teljes hajzattal. Mészáros meg csak nevetett az egészen, ugyanis a történetet úgy, ahogy volt, ő találta ki. Ma az arcszőrzet reneszánsz korában 262 féle bajusztípust és számtalan szakálformát különböztetünk meg. Férfi emberek, tessék választani!